Jó napot kívánok, Varga Zoltán vagyok, a Demokratikus Koalíció parlamenti képviselője, a Népjóléti Bizottság elnöke. Talán a tavaszi ülésszak legrövidebb bizottsági ülésén vagyunk túl, hiszen alig 5 perc alatt be is zártuk az ülést magát, hiszen most kezdődött ugyan a plenáris ülésszak első ülése, tudjuk nagyon jó, hogy bizottsági ülések sora zajlik éppen ebben a pillanatban, és mi is úgy gondoltuk, hogy nagyon fontos, talán az egész országot érintő kérdésekről muszáj, hogy egyeztessünk, hogy beszéljünk. Azonban a kormánypárti képviselők cinikus, aljas módon tájékoztatták arról a bizottságot, hogy nem kívánnak részt venni ezen a bizottsági ülésen. Így a bizottsági ülésünk határozatképtelen lett, mindannak ellenére, hogy 9 magyar családok, nyugdíjasok, egészségügyi és szociális dolgozók helyzetét, életét érintő kérdésekről lett volna szó. Még csak nem is arról, hogy vitázzunk róla, hanem egyszerűen arról, hogy tárgysorozatba vegyük, hogy megadjuk a lehetőséget arról, hogy a parlament akár a plenáris ülésen ezt a kérdést napirendjére tűzze. De ezt nem engedték. Holott tudjuk nagyon jól, hogy több százezer nyugdíjas nap mint nap tapasztalhatja az orbáni infláció szörnyű hatását, hogy történelmi az élelmiszer drágulás és a 7-szeres rezsiárnövekedés soha nem látott terheket ró a magyar és a családokra és a magyar nyugdíjasokra. Mégis mindezek ellenére a kormánypárti frakció tagjai úgy döntöttek, hogy ezen az ülésen nem vesznek részt. 9 nagyon fontos kérdésről így nem tudtunk beszélni. A Demokratikus Koalíciónak 2 előterjesztése volt, határozati javaslata volt. Képviselőtársam G. Németh Erzsébet erről majd hosszasan fog beszélni, azonban engedjék meg, hogy mégiscsak elmondjam, hogy a Demokratikus Koalíció számára nagyon-nagyon fontos, hogy egy végig dolgozott élet után a tisztességes időskor járhasson mindenkinek. Ezért is javasoltuk azt, hogy határozati javaslatunk első része arról szólt, hogy 10%-os nyugdíjkorrekciót és egy egyszeri 100.000 forintos támogatást tudjunk adni a nyugdíjasoknak. A kormánypárti képviselők számára azonban ez annyira nem volt fontos, hogy még csak meg sem jelentek ezen az ülésen, és én most átadom Németh Erzsébet képviselőtársamnak a szót, hiszen a részletekbe ő fog beavatni. Köszönöm szépen, jó napot kívánok én is mindenkinek. Nagyon régóta tapasztaljuk azt, hogy Magyarországon az orbáni infláció miatt egészen egyszerűen az élelmiszerárak 44%-kal emelkedtek, maga az infláció januárban és februárban is nagy valószínűséggel meghaladja a 25%-ot. Ez a súlyos helyzet leginkább a nyugdíjasokat érinti, őket érinti az orbáni infláció, a 7-szeres gázáremelés, a 2-szeres áramemelésnek a legnagyobb része. Éppen ezért az Árnyék kormány nyugdíjas szervezetekkel való egyeztetés után többször foglalkozott ezzel a kérdéssel, és úgy, ahogy képviselőtársam, bizottsági elnök úr mondta, jó néhány javaslatot hoztunk országgyűlési határozat formájában az országgyűlés elé. Ezt ma a Népjóléti Bizottság a Fideszes és KDNP-s képviselők megjelenése miatt, meg nem jelenése miatt képtelen volt tárgysorozatba venni, így esélye sincs annak, hogy a Magyar Országgyűlés ezekben a kérdésekben pozitív döntést hozzon. Milyen javaslatai voltak a Demokratikus Koalíciónak? Az Árnyék kormány döntéseit a DK frakciója országgyűlési határozati javaslatban benyújtotta, és ez alapján azt mondjuk és azt követeljük, hogy minden nyugdíjasnak a medián nyugdíjig 100.000 forintos egyszeri kifizetésre, nyugdíjkorrekcióra kerüljön sor, a tavaly évi inflációt, illetve a tavaly előtti 2021-es inflációt nem adta oda a kormány teljes egészében. Magyarul a Fidesz kormány még a saját maguk által hozott törvényeket sem tartja be, így azt mondjuk, hogy visszamenőlegesen 2022. januárjától 1,5%-os nyugdíjemelésre van szükség. Szerettünk volna azon is változtatni, hogy a 150.000 forint kétszeri a bankautomatákból ingyenes felvétel lehetőségét terjesszük ki. Ma már egy átlag nyugdíj meg fogja haladni ezt a 150.000 forintot, és ne felejtsük el, hogy a minimálbér nettója is több lesz, mint 150.000 forint. Ezért muszáj, hogy úgy döntsön az országgyűlés, hogy az kétszeri ingyenes kivételt, ami 150.000 forint értékhatárig lehetett volna megtenni, vagy lehet most megtenni, ezt legalább 250.000 forintra emelje meg a kormány. Nincs az rendben, nem jó az, hogy az emberek akár a nyugdíjukért, akár a minimálbérükért még ingyen hozzá sem tudnak jutni, hanem ezért súlyos pénzeket kell fizetniük a magyar bankoknak. Én azt gondolom, hogy ma a Fidesz bemutatta azt,
hogy hogyan viselkedik, hogy mennyire érdekli őket a magyar emberek sorsa. A Demokratikus Koalíció és az Árnyék Kormány az egyetlen leménye Magyarországon mindenkinek arra, hogy egy tisztességesen ledolgozott élet után tisztességes időskorra juthasson az embereknek. Jó napot kívánok, én is üdvözlök mindenkit, Kanász Nagy Máté vagyok, az LMP frakcióvezető helyettese. Mi az LMP részéről szintén készültünk erre a Népjóléti Bizottsági ülésre, hiszen sok más fontos javaslat mellett mi is beterjesztettük azokat a határozati javaslatainkat, amelyek a szociális válság, a szociális krízis helyzet enyhítésére lettek volna hivatottak. Nekünk is az volt a célunk, hogy ezeket a javaslatokat tárgysorozatba vegyük, így legyen arra érdemi lehetőség, hogy megvitassuk őket. Két fontos javaslatunk volt. Az első arra vonatkozott, hogy az ápolási díj összegét a minimálbér szintjére kell fölemelni, illetve a mindenkori minimálbér szintjéhez kell hozzákötni. Ezzel egy automatikus emelést biztosítani azok számára, akik nagyon komoly munkát végeznek a mindennapokban, hiszen hozzátartozójukat ápolják, gondozzák. A másik javaslatunk pedig a professzionális ápolók és gondozók bérhelyzetének javítására vonatkozott volna. Ez egy több egyszer beterjesztett javaslatunk volt, ami a szociális szektor béremeléséről, bérhelyzetének rendezéséről rendelkezett volna, de nagyon sajnáljuk, úgy látszik a Fidesz ezeket a kérdéseket nem, illetve ezeket a kérdéseket sem volt hajlandó megtárgyalni. Nagyon reméljük, hogy ebből nem csinálnak rendszert, mert a múlt heti, egyébként LMP által kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülést is elszabotálták, az az akkumulátorgyárakról szólt volna, most pedig népjóléti kérdésekről nem voltak hajlandóak tárgyalni, és nem voltak hajlandóak megjelenni.